Hellóztok! Tegnap este tudósok koncerten voltam, úgyhogy csöng a fülem, mocskosú, mert útját álltam pont a hangfalnak. Úgyhogy ha üvöltök, akkor bocs, de csilingel minden, de igyekszem. Igyekszem azt hallani, amit gondolok, hogy hallani kéne, azzal ellentétben, amit jelenleg most hallok. Szóval, csomagot kaptam ismét a Vevorton. Egy szezonális cucc érkezett. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen akkumulátoros ágvágó, magassági ágvágó, és ez azért jó buli, mert ugye van nekem egy magassági ágvágó már a Lidl-ös, és hát így van tapasztalatom, tehát tudok összehasonlítást tenni az ügyben. Tudom, hogy annak mik a problémái, amikkel egyébként együtt lehet élni, de létező problémák. Használtam is, hiszen itt a tuját is meggyaktuk vele, tehát kapott az élettől. Ennek miután megnéztem a képeit, hogyha az összes többi tulajdonságában azt hozza, akkor ahhoz képest ennek lesz egy óriási előnye, hogy ez használható lesz kézi szerszámként is. Ugye a meglévő magassági ágvágomot, ha összecsukom, hát ugye a végén van a tűzkar, tehát akkor is egy ekkora szerkezetről beszélünk, amivel kell dolgozni, tehát nem túl praktikus ilyen egyszerű munkálatokhoz. Ennek viszont a képek tanúsága szerint elméletileg úgymond levehető a vége, és önmagában is használható. Tehát tulajdonképpen egy ilyen miniatűr kézi akus láncfűrészként is lehet használni, úgyhogy ez ígéretes. Az összes többi ki fog derülni, ha kibontottam a csomagot, hiszen ez még csak az ön a kép alapján láttam. Az összes többiről nem tudunk semmit még. De majd mindjárt belenézünk a csomagba, és meglátjuk, hogy mi van benne. Hát amit látunk, hogy ez a klasszik narancssárga-fekete kombinációt látunk, és ahogy látom, ennek a teste ez azért volt így könnyű, mert gyanúsan könnyű volt a csomag, de ez alumínium. Bizony, bizony, méghozzá egy ilyen recézett, bordázott alumínium. Nem tudom, hogy itt kell fogni, de ha itt kell fogni, az tök jó, mert ez ad egy fogás neki. És itt a végén lesz a kivezetés. Na tudjátok, mit gyertek közelebb? Ez lészen majd gondolom én a feje, amit lehet egy ilyen gombbal állítani. Itt gondolom majd valami csatot lehet átfűzni, itt vannak az érintkezők, ezzel fog bepattani a helyére, és itt van egy heveder, amivel ezt tovább lehet nyújtani, és rugós, visszahúzza, de kegyetlenül, fú, ez nagyon jó. Kérdés, hogy hogy zár, mert például a Lidl-ösnek az egyik hibája az, hogy lazán zár, el is lazán zár, de ezen lehet itt hátul húzni egy csavarral, méghozzá egy jó kis, hát nem önzáró anya, de azért jól néz ki. Azzal egy picit húzunk, és akkor szorosabb lesz, mert én azt szeretem, ha nem tud összecsúszni a saját súlya alatt. Látjátok, ez össze tud csúszni, mindjárt húzok is rajta egyet az anyán. Meg se néztem, mekkora kulcs kell ehhez, hát nem ekkora. De ekkora pont jó. Ó, hát ezen simán lehet húzni szorosabbra, és utána masszívabban fog zárni. Én nem szeretem, ha összecsúszik. Aha, nem tudom összetolni. Na, ugye volt itt nálunk már több vevorcuc, volt, ami ígéretesebb volt, például az akkumulátoros permetezőt még azóta is azzal a töltéssel használom, amit használtam. Tehát szerintem az egy kurva jó deal. A múltkori lomfújó az, hát az azért az annyira nem volt meggyőző. Egyelőre ebben most így ez tetszik, amit látok. Oké, na nézzük tovább. Itt van a másik vége. Aha, itt lesz egy ilyen biztosító gomb, hogy ne tud csak úgy rátenyerelni, hanem meg kell nyomni a biztosító gombot valamelyik irányba. Ez akkor így jobb kéz, bal kéznek is praktikus. És itt van az alján a csatlakozó. Ez kurva jó. Az az alumínium. Aztán hát kapunk hozzá cérnakesztyűt, egy párat. Kapunk hozzá szemüveget, hát ez az, amit az ember sosem fog használni. És hát itt van a kis szerkezet. És valóban, tehát ez így önmagában kézi szerszámként megállja a helyét. Most az azért látszik, hogy ez egy... Ó, figyeld, visszacsukódik a láncvédő, hogy ez ugye kisebb, mint ami nekem van. Tehát kisebb a láncvég, meg így az egész szerkezet. A láncszemek is kisebbek, és nagyon cuki kis lánc van rajta. Ennek minden előnyével és hátrányával értelemszerűen
ezzel nem fogsz akkora böszmeágakat vágni, viszont kisebb helyre könnyebben elfér. Tehát van ennek előnye, itt kell betölteni az olajat, ahogy nézem. Kukucs! És itt pedig még látszik is az olajnak a szintje. Ott van bent a kis motorja, és hát nagyjából ez is azzal a szisztémával működik, hogy valamelyik irányból nyomni kell a gombot, hogy be tud az elsütő billentyűt meg tud húzni, különben nem tudod meghúzni. És itt van hátul az akkucsatlakozó. Hát ez nagyon kis cuki szerkezet, tehát itt tényleg kézi kis vastagabb ágakhoz, ilyen meccéshez vagy ilyenekhez, ez nagyon kis. Na, hát igen, ezzel megvett a történet. Nézzük, mit találunk még a csomagolásban. Találunk egy töltőt, amin van 4 érintkező, tehát ez tök jó, mert ez semmi egyéb meglévő aksunkkal ugye nem lesz kompatibilis, ez a szokásos történet, minden gyártó a saját cuccát hozza, és itt van egy hatalmas ilyen kis fehér ablak, gondolom mögötte világít valami LED, ha töltjük, és itt van az aksia. Legalábbis feltételezem. Hát, ha ki tudnám bontani. Íme. Itt van 20 volt 2 amper óra. Itt is van egy ilyen release gomb. Van ezen valami töltöttség ellenőrző? Itt van hátul rajta LED. Megnyomjuk. 3 lámpa ég, tehát majdnem, vagy kapcsoló is lett, tehát igen, 3 lámpa ég, tehát szinte föl van töltve. Csatlakoztassuk. Puty, fölcsatlakozott. Egyszerű, de nagyszerű. És akkor nézzük meg. Másik irányban nyomjuk a gombot. Cuki, helyes kis jószág. Nekem tehát ilyen egyszerűbb, nem olyan böszemagas fákat kell vágni, akkor lehet, hogy ez praktikusabb, mert szerintem ez nem lesz annyira kinyújtható, mint a másik, de mindjárt kipróbáljuk. Mindenképpen könnyebb annál, és ez nekem egy hatalmas nyerő, főleg, ha visszatekerném rendesen a kupakot, hogy így kézi szerszámként is működik. Esetleg nézzünk ide be, mit látunk. Mit látsz, Laca? Hát ezt látjuk. Az egész egy ilyen nagyon kis aranyos kis cuki szerkezet. A kérdés az, hogy ilyen apró szemű láncot, ezt utána az ember hol fog kapni. Ezt nem tudom mondjuk. Csillagkerék, és tényleg ez az igazi csillagkerék. Tehát ez csillag. Oké, láncfeszítés. Láncfeszítés az pedig úgy történik, hogy... Hogy történik? Nincs láncfeszítés. Nincs láncfeszítés, ez itt fixen van. Nincsenek csavarja, semmi? Nincs. Érdekes, nincs rajta láncfeszítés. De lennie kell valahogy, hát itt húzódik ez. Ez a kettő. Ki van zárva, hogy ne legyen rajta láncfeszítés? Hát ezt itt mi húzza? Érdekes. Egy rúgó van benne. Jaj, szerintem sejtem már itt, mi a szisztéma. Az, hogy ilyen rugós, mivel ugye nagyon pici a lánc, ezért valószínűleg ez a rugós szerkezet, ez lehet, hogy elég neki ahhoz, hogy automatikusan feszítsen rajta. Csak így akkor a felrakás egy kicsit szopósabb. Talán nézzük meg, hogy most, hogy itt lefeszegettem róla. Bár ez egész picike, tehát ezt kézzel az ember meg tudja húzni a helyére. Így, és akkor meghúzod? Hát nem. Hogy kéne ezt akkor csinálni? Beteszem ide, a két pötybe, és akkor megtolom így. Aha, igen, megtolom. Ez az. Megtolom, és elengedem. Csak persze ezt a kamera kívül normálisabban meg tudnám, ha nem ide hajolnék ide fölé. Tehát beakasztom a láncvezetőt, megtolom a rugó ellenében. Ekkor a láncot rá fogom tudni tenni a csillagkerékre.
Így, szépen ráfocizzuk. Így, és elengedem. És gyakorlatilag ennek egy autonikus láncfeszítése van, hál' ennek a rugós szerkezetnek. Szimpatikus. Ez megint azt mondom, hogy fasza, tehát nem kell a láncfeszítéssel szarakodni. És hogy látom, a csillagkerék is könnyen cserélhető, ha lehet kapni ilyen csillagkereket, mert egy ilyen zéger gyűrű van rajta, az állítja meg, hogy ebbe az irányba le tudjon mozdulni. Hát ha kapható ilyen lánc, akkor ez király. Ez király, mert akkor itt nem kell láncfeszítéssel sem szarakodni. A Lidlösnek egy gyenge pontja egyébként a láncfeszítés. Jó, raktam fel a láncot. Most, hogy itt turkálok, adtak hozzá olajat is. Ilyen kis flakonnal, úgyhogy hát ezt bele is tölthetjük rögtön. Úgy is kipróbáljuk, van ennek is. Ó, nagyon jó, nézzétek csak. Nem kell szórakozni a félrefolyatással. Puty, és kivehető belőle a dugó, után tudod tölteni. Tehát fasza. Akkor ezt én most rögtön fel is töltöm. Még melegében. És ha minden igaz, ott oldalt, a csíkban majd látni is fogjuk, hogy jön fel az olaj szintje, bár elég világos az olaj. És ebből elég kis sugárban pisil, de gyönyörűségesen szépen látszódik. Hát én legalábbis látom a kamerában, nem tudom, hogy látszódik-e az olaj szintje. Na! Őszintén szólva, ez lényegesen meggyőzőbbnek tűnik, mint a múltkori lomfújó. Bár ugye mondom, azt is azért betonon másképp működik, mint a fűbe. Tehát azért a... Itt sokan herrotozták, hogy nem fúj, de azért a vizes levél a fűbe göröngyös taljon, az azért nem fog annyira könnyedén menni. De tény, hogy ott azért a szivatókart, azt mondtam, hogy ki kellett támasztani, nem volt olyan meggyőző. Hát ez lényegesen meggyőzőbb. Meggyőzőbb anyag használatban. Na nézzük, hogy van-e kenés. Ennek az asztalnak már mindegy, hogy összefröcsögtetem-e vagy sem. Megjelent ott az olajzó nyílás. Megjelent az olaj. Ott fogja kitolni az olajat. Azon a kis olajzó nyíláson. Hát kicsi lánc, kicsi cucc, kevés olaj. Ez jó hír, mert legalább akkor nem fogja talán annyira fosni magából az olajat, mint például hát a Lidlösnek az egyik szokásos hibája, ami egyébként ilyen tipikus, tehát ilyen tipikus olcsóbb láncfűrész probléma, hogy utána még nagyon sok olajat kifosnak magukból az olcsóbb láncfűrészek, mivel ebbe eleve kevesebb kell, mivel ebbe eleve kicsi az olajtartály, így ez biztos, hogy nem fog maga után még sok olajat kifosni. Mindennek van előnye és hátránya. Ez a rugós láncfeszítés, ez nekem nagyon tetszik. Oké, na nézzük meg, milyen magasra lehet ezt fölvarázsolni, mert azért vettem arrébb a kamerát, csak közben megtaláltam a csomagban még itt ezt az olajzót is. Majd még alaposabban át kell nézni, hát ha találok még benne valami kincset. Na, nézzük, mekkorára lehet ezt kinyitni, mert ha ugyanakkorára ki lehet egyébként nyitni, mint a Lidlöst, akkor azt nincs értelme megtartanom. Ja igen, és akkor ugye az aljára fog átkerülni az akkumulátor, akkor innen levesszük. Ide fölkerül. Így, valahogy. Igen, becsúszik. Oké. Zár. Ja, és ez itt nem hevedernek van, hanem ez itt még egy biztosítás. Tehát ugye mutatom közelről. Ez így jó, hogy együtt ismerkedünk meg, mert együtt fedezzük fel a technikát. Fogod, már itt eleve van egy sín, tehát az már eleve ad egy tartást a történetnek, hogy egy sínbe csúszik bele, ami kívülről és belülről is megfogja, így alákap.
Na ezt szeretem, hogy ilyeneket küldenek. Így itt zár, és akkor ezt még rá lehet így csukni. Királyság. És akkor ugye itt meg beállítjuk, hogy milyen legyen a szöge. Hát most mit tudom én egy ekkora. És akkor nézzük, mekkora lehet kihúzni. Aha, igen, tehát azért ez nem lesz akkora, mint a másik, de azért ez így sem rövid. Így sem rövid. Látszik a vége? Úgyis mindjárt kimegyünk, mert akarok ágat vágni, bár egy picikét azok lehet, hogy ennek vastagok lesznek, meg nagyok. Fölvarázsoljuk az akkumulátort a talpára. És akkor tulajdonképpen ez így néz ki. És nem hajlik. Tehát nincsen benne az anyagkanás. Oké, a szerkezet súlya is kisebb. Tehát kisebb az egész cucc, és talán szerintem rövidebb is. De nem érzem azt, tudjátok, mint ez ilyen, kicsit ilyen pecabotos volt, mikor kihúztad teljesen, hogy ilyen volt benne egy hajlás, ebben nincs. Cserébe azért ez rövidebb, ez egyértelmű, hogy rövidebb, vagy hát szerintem rövidebb. Így érzésre biztos, hogy rövidebb, igen. Meg kisebb, de... Most, hogy ekkora fát kell vágni, ekkorát én vagyok ugye 1,80, felemeltem ezt 2 méterre. Ez meg... Hát ez is több mint 2, az biztos, mert ugye én vagyok 1,86. Innen még akkor egy 20 centi, ez a 2. Úgyhogy ez ilyen 220-230 lehet, ha ezt fölemelem 2 magasba, akkor ilyen 430-ig az ember rendben van durván, 420-ig, 430-ig. Na menjünk ki és próbáljuk odakint ki. Türkesztáni szildarabolás ismét. Ezzel a picikével azért érdekes lesz, mert azért vannak ott vastag ágak. Ja, de előtte, mielőtt legyakom, nézzük meg itt kéziben, eresszük bele valami kisebb fába. Úgyhogy most miután összeraktam ilyen faszán, szedjük szét. Na hát, én szerintem nagyjából ez az ág méret az, ami így neki való. Ennél sokkal-sokkal nagyobbra nem ereszteném rá. Próbáljuk ki ezzel, mit produkál. Viszi. Viszi szépen. Gyerekek, hát ez fasza. Menjünk fel. Klasszikus magassági ágvágó tesztelő terephez érkeztünk, a türkesztáni szél ültetvényhez, ami egy kicsit összenőtt a körtével, úgyhogy ezt rendszeresen ganézni kell. Hát, kivel kezdjük? Meg hogyan? Mondjuk így. Nézzük meg. Ez eddig jó. Nagyon jó. Na, jöjjön egy vastag. Mert ugye ezek még ilyen viszonylag vékonyak voltak, ezek ilyen újnyak. Ott egy komoly darab. Gyertek közelebb. Valahol ott van. Látszódik az ág? Oh, ott. Hát ti nem látjátok, mindegy, én látom. Ó, ezt is szépen elvágta. Mutatom. Mutatom, mit szedtem le vele. Lehet, már lassan ezt a körtét is kéne vágni. De itt alapvetően a türkesztániakat szoktam gyakni. De ez egy egész komoly kis ágacska volt, amit levágtam vele.
ha megnézitek. Íme. Hát ez így arányaiban. Vitte, mint a beretva. Hát, azt kell mondjam, fasza. És ez is jól el van találva, mire fölfekszik a fa, mert például a Lidlösnek az egyik baja az, hogy így elkezd így oldalra elmászni róla időnként, így nem fogja meg. Ez meg egész jó pont ide feszíti ehhez. Hát, ezt pár évvel hamarabb küldik, nem veszem meg a Lidlöst. Az biztos. Ez nekem szimpatikus. Na, kicsit még gyakok. Meg lehet, hogy milyen leszedem róla, és ezeket a rövideket meg kézzel vágom le, amik így itt vannak a közelbe. Praktikusabb úgy, bizony. Bizony, amiket itt lejjebb el tudok vágni, azt meg kézzel vágok el. Fasz a gyerekek, úgyhogy a Lidlös csatornatagok között megnyerhetővé fogom tenni. De aksi nélkül, mert az aksiját az nem volt hozzá, tehát az aksis csavarhúzó, az akkumulátor, ami rajta van, de ha valaki szeretne egy ilyen Lidlös akasági ágot, akkor az megkaphatja. Csatorna tagok között elérhetővé fogom tenni, mert ez nekem bőségesen elég és százszor jobb. Na, beszorultunk. Nézzétek meg, milyen faszán elviszi ezeket a zárakat. És ez, hogy így kézbe is lehet fogni, rohadt jó, úgyhogy hát itt személyes átvételem, mert ez megint nem postázható, mint a másik cucc, amit múltkor tettem a tagoknak elérhetővé. Ez szintén személyes átvétellel megnyerhető lesz, elvihető, majd a tagságnak kiteszem a tagságcsoportba. Továbbiakban az ne foglalja a helyet, úgyis folyton helyhiányban vagyok. Úgyhogy nem kell annyi minden. Kicsit kipucolom így. Akkor nem árnyékolja be ezt a szerencsétlen körtefát. Toljuk fullba a kretént, van még itt egy ág, ami úgy félig meddig odalóg, viszont ez kurva vastag. Nézzük meg, tönket tudjuk-e tenni, ha ezt nekiállok vele fűrészelni. Mondjuk már kérdezik engülni az ellen, vagy a raksi,
Aha. Ez már lehet, hogy sok lesz nekünk. Már csak két vonal van az akcím. Meg el kell találni a szöget. Hopp, hopp, hopp. Hosszán befeszült. Hoppá! Na. Ilyen az, amikor az ember fullba tolja a kretént, és ilyeneket próbál elvágni, és el lehet. De nem tanácsolt. Hoppá! No pánik! Már tudom, miért kell szemüveg, az ember fölfele dolgozik, vagy teriment forgáccsal a szemem. Még mindig van rajta két vonal. Két led. Ezt egy picit és föl kell dolgozni, mert túl nagy. Nem tudom oda vinni. Így. Csak ezért is jók ezek a termékek, amik jönnek tesztelésre, mert így legalább az ember dolgozik valamit itthon. Ki van pucolva. És hát itt a kupac. Ezt meg majd valamikor összelehordom. Ha csak nem küldenek tesztelésre valami gajlehordó gépet. De egy egész szép kupac jött össze. Két vonal még mindig van az aksin. Nem is volt ugye teljesen tele. És most azért egész jól átjárható lett ez a környék. Egész jól kipucoltuk. Még azt a vékonyágat mindjárt levágom, és akkor mondhatjuk, hogy a körte újból teljes felületén kap fényt.